Hölgyeim és uraim, Juranics Tamás! Nem mondhatom, hogy olyan nagyon kényelmesen helyezkedjél, mert szép nagy darab ember igen, vagy. Igen. Tényleg engem érdekel, hogy neked nem mondták azt, hogy te túl nagy vagy, vagy nem vagy elég vékony, vagy hajlékony, vagy te gyereknek nem voltál ilyen? Igen, most változnak az idők. Tehát egyrészt nem voltam mindig nagy, voltam, amikor kisebb voltam. És másrészt pedig volt, amikor vékonyabb voltam. Tehát ez is változott, ez 30 után kezdett egy kicsit erősödni az én szervezetem. Addig egészen slank gyerek voltam, és tulajdonképpen hajlékony is vagyok, meg a lábam is egész magasra tudom dobni, tehát sőt, igazából nagyon is magasra. Jó, akkor az kiderült, hogy tulajdonképpen nem a te képességeid nem kiválóak, hanem az én ismereteim gyalázatosak arra vonatkozóan, hogy mi is az, hogy tánc, meg mi kell ahhoz. De akkor ismerjük ezt a dolgot meg. Én bevallom őszintén, én ebben a kérdésben egy kicsit műveletlen vagyok. Azt gondolom, hogy mostanában talán sokan is vannak így ezzel. Persze van remény, mert most divat újból a tánc, divat a mozgásszínház, de annak idején te mit kezdtél el tanulni, amikor táncot kezdtél el tanulni? Hát az alapoknál kezdtük ezt biztos. Hát a rendes klasszikus, a rendes klasszikus iskolát kezdted el tanulni? Tehát magyarán megmondom, mi érdekel engem. Álltál a tükrös fal előtt, fogtad az egyik oldalon a nem tudom mit. A rudat. Tehát annak nincs francia neve ezek szerint. Biztos van, de nem tudom. Fogtad a rudat, és akkor csináltad a Tandu Batman Zsöté, vagy ezeket, egész és jó. Sokat, nagyon sokat órákon. Hát egyrészt nekem klasszikus balettképzést is kaptam az intézetben, de én egy néptánc tagozat nevű osztályba jártam, és a mi fő területünk az a magyar néptánc volt. Úgyhogy én 4 éven keresztül magyar néptánccal foglalkoztam leginkább, és az én szakképesítésem is igazából néptáncművész, de az iskola után egyből váltottam, és nem akartam praktizálni, mint néptáncművész, hanem akkor az alakuló Szegedi Baletthez, ami egy ilyen kortárs, modern táncegyüttes volt, és akkor alakult, egyből oda szerződtem, úgyhogy gyorsan váltottam, mert nem akartam néptáncos lenni. Egyszer láttalak élőben, és talán televízióban néhányszor, de akkor is megtudtam a minden táncbeli műveletlenségem ellenére állapítani, hogy valami különleges dolgot csinálsz. Nem tudom, hogy mit. Lehet, hogy te ugyanazt csinálod, amit más, csak neked máshogy áll. Biztos, hogy a táncban az, hogy valakinek milyen az alkata, milyen a mozgása, milyen az arca, milyen az imidzse, ez valahogy egy lényeges dolog. És az előbb említetted, hogy te akkor az iskola elvégzése után a Szegedi Kortárs Baletthez kerültél. Te ott már kvázi ezzel a saját világoddal, vagy saját hang, most tánc esetében lehet, hogy saját hang, ezt mondani, vagy mit kell mondani? Jó, saját kultúrád, mozgáskultúráddal jöttél, vagy ez valami tudatos építkezés, vagy tanulás eredménye? Ez egy hosszú folyamat, 18 éves voltam, amikor lekerültem Szegedre, rengeteg tanulás van azután még, és elég korán elkezdtem alkotni, koreografálni, és még utána legalább 6 évig tartott, amire azt mondhattam, hogy ez az első olyan darab, amit már szerettek, és én is azt gondolom, hogy elfogadható. Úgyhogy, de ez már nagyon régen volt, most összesen már kb. 14 éve koreografálok, úgyhogy mint koreografus egyébként már öregnek számítok, bár még mindig a fiatal korszakomat élem. Ha már erről beszéltünk, én valamikor nagyon gyermekkoromban hallottam egy olyat, hogy a tánc nyelvén kifejezi valami riportban valaki erről beszélt, meg nem tudnám mondani, hogy ki. És én azt képzeltem, hogy a táncban, a balettban, vagy különböző táncprodukciókban történeteket mesélnek el, de úgy, hogy ott, mint mondjuk a mutogatós játékban a bizonyos jelek, azok jelentenek valamit. Tehát én azt hittem, hogy a táncosok azok mondatokat mondanak el, és hogyha ő így ugrik, és ez azt jelenti, hogy a medve bement az erdőbe, nekem ez a képzetem alakult ki. Lehet, hogy kicsit ez is gátolt abban, hogy a későbbiekben nagyon perceptív legyek a tánc által közvetített történetekre, de valahogy ezt én soha nem értettem. Hogy lehet mozgással kifejezni? Borzasztó nehezet kérdezel igazából, mert táncba tudnám. Táncba lehet, hogy jobban el tudnám mondani,
most nem fogom, de igazából valahogy nekem ez eleve úgy alakult, hogy én a gondolataimat táncba fejezem ki. Lehet, hogy mondatban nem is tudnám, vagy leírva nem tudnám úgy kifejezni az érzelmeimet, gondolataimat, bár itt azért amellett, hogy gondolatokat fejezünk ki a táncban, nagyon sokszor inkább érzelmeket, amiket pedig szerintem szinte jobban lehet néha egy gesztussal, de akár egy komplett etűddel is kifejezni, mint sem prózával elmondani. Szerintem ez nagyon egyszerű és nagyon könnyű. Nagyon sokan félnek, mint ahogy úgy látom, te is félsz. Lehetséges, attól, hogy megfejtsd ezt a játékot. Igen, én nekem a tánccal kapcsolatban, én ezt egészen őszintén megmondom, főleg a késő esti műsorsámra való tekintettel, hogy én nekem a következőig jutottam a táncban, fiatal koromban, régen. Nagyon erősen rángatom a lányt, és közben gyorsan mozgok, én voltam régen, mert nagyon gyorsan le akarok vele feküdni. Ez az egyik fajta tánc. Kettő, sejtelmesen távol maradok tőle, és csak úgy, mintha egy kicsit kéretném magam, mert azt akarom, hogy ő akarjon velem nagyon gyorsan lefeküdni. Tehát én ebbe a kettőbe jutottam el, na most, hogy a mozgáskultúrám és a lépésem ezek milyenek voltak, azt hagyjuk, de én eddig tudtam a titkot megfejteni. Tehát én nekem valahol mindig a szexualitáshoz kapcsolódik. Nekem is, úgyhogy nem járunk. Ez egy aljas merénylet lesz. Az előbb azt mondtad, hogy lehet, hogy te mozgásban, táncban jobban ki tudod fejezni, mint mondatokban. Most próbáljuk már ezt ki, de csak így ülve. Te tudsz ültőhelyedben is tudsz mozogni? Én állva sem állassan, de... Mert ezen vannak ilyen, mit tudom, így csinálok... De ez merénylet lesz, tehát ez így... Nem, na ez nem, ugye ezt... Hát mondjuk én... Felkérjelek. Nem, mondjuk én a magam szintje eddig tudok eljutni. Ez sok is. Sok is? De nagyon. Akkor kevesebb. De nagyon. De most akkor kérlek, erre válaszol, vagy nem lehet ezt ilyen ripacs szintre levinni? Nem szeretném, de erre nem akarok most válaszolni, erre a kihívásra. Kicsit szeretnék még a karrieredről kérdezni. Mit lehet elérni ebben a dologban ma Magyarországon, hogy tánc? Jó pálya ez? Borzalmas pálya szerintem. Most a legjobb műsor egyébként arra, hogy így borzalmakat meséljek, de egyébként egy fájdalmas, sokszor fájdalmas. Ugye szokták mondani ugyanakkor, hogy gyönyörűséges pálya is. Ez most olyan közhelyesen hangzik, de tényleg így van, egy nagyon sok fáradtsággal járó munka, ugyanakkor borzalmasan nem éri meg egyelőre Magyarországon még táncosnak lenni. Tehát anyagiakat nézünk, de mondjuk ezt most ne beszéljünk erről. De egyébként pedig a tánc egy olyan műfaj, ami nem feltétlenül kötődik Magyarországhoz. Mi például rengeteget utazunk, turnézunk, tehát máshol is néznek minket. Merre fele jártatok? Hát mondjuk a legutóbbit, ami nekem nagy élmény volt, az Franciaországban volt, most Szentetyénben, és a dolog kuriozitása az volt, hogy a Carmina Burani című darabom, ami összesen 80 előadást élt meg az elmúlt másfél évben, az először most külföldön nagy zenekarral, 160 tagú kórussal és szólistákkal, tehát egy fantasztikus kiállításban szólalt meg, ami hát nekem óriási öröm volt, hogy a művem egy ekkora hatalmas képben jelenik meg Franciaországban. Te azért tényleg egy ilyen maszkulin jelenség vagy. Amit én láttam, az tényleg lenyűgöző. Ha én nő lennék, mondjuk 10 nőből 8 lennék, akkor nekem nagyon bejönnél te. Hogy téged szeretnek a nők? Ilyen arány lenne, nagyon elégedett lennék, tehát ez megfelelne. Na, de az igazán jó, az a kettő volt, tehát azt elfelejtettem mondani. Szóval, hogy... mozogsz közel az emberekhez, szeretnek a nők? Érzed ezt? És hát ráadásul ugye táncos nők, azok ugye szépek, és ez az egész világ. Szerintem a párom valahol itt ült a környéken. Ő nagyon szeret, azt érzem. Én maszkulinnak érzem magam mellette, úgyhogy szerintem még ma este látni fogjuk őt. Jó, és pedig nem milyen formában? Táncolni esetleg. Na, ennek azért örülök, hogy ezt így ilyen frappánsan és véletlenszerűen kicsikartunk, mert hogy ugye tényleg erről a bizonyos dologról olyan nagyon sokat nem lehet beszélni. Természetesen hoztál egy produkciót, és szeretném, hogyha ezt megnéznénk. Ez egy részlet egy produkcióból. Egy argentin barátom koreografálta, nem én. És ha már ilyen maszkulin témáról beszélünk, akkor ez egy macsós téma.
ez egy Astor Piazzolla zene, egy fantasztikus argentin tangó, hangulatát idéző, de ugyanakkor azt a stílust mutató kortárs koreográfia, amit egyébként mi az együttessel végzünk, úgyhogy ezt szépen mutatja azt az utat, amit mi választottunk, és azt a technikát, mozgás technikát, amit mi szeretünk csinálni. És ha jól értem, akkor nem egyedül fogsz táncolni? Nem, hanem párommal, Barta Dórával, aki az együttes tagja, és az én párom. Értem.